Köszönöm szépen, valóban Zalai vagyok, és azért is jövök mindig szívesen Zala megyébe. Én jelenleg Veszprémi érsek vagyok, különben Veszprémi egyházmegyének egy része, körülbelül olyan Zala megyének jó egynegyed része, gyenge harmad része hozzánk tartozik. Úgyhogy hivatásszerűen is többször megfordulok Zala megyében. Hát azt szeretném én is mondani bevezetőről, hogy amit itt a Bianca meg a Lánci Tamás elmondott, azt én is elmondhattam volna. Egy kicsit ki is lőtték alólam a lovat, megmondom őszintén, mert ugye még tavaly októberben a Veszprémi Naplóban megjelent egy interjú velem, amelyben elmondtam azt, hogy aki nem ismeri az iszlámot, az a mostani migrációról beszélhet össze-vissza, de talán éppen a lényeget nem ismeri. Mert igenis annak, hogy a muszlimok most jönnek Európába, ennek egy olyan oka van, nem is oka talán, hanem mi mondjuk célja, hogy Európát iszlamizálják. És ugye vannak dolgok, amiket senki sem mer kimondani, de hát én azért kisembernek tartom magamat, és azért kimerek mondani dolgokat. Támogatják őket a szaúd-arábiai arab bankok, az ultrakonzervatív felfogás, az amerikai zsidó bankok, Soros Györgyre gondoljunk, és az európai keresztények, Angela Merkel. És tulajdonképpen a cél az, hogy valóban Európát leigázzák. Európát, amelyik ugyan sajnos már régóta nem keresztény, de azért még a kultúrája ma is keresztény, és még a pápaságnak is egyelőre Európa nyújt otthont. Függetlenül attól most már Dél-Amerikából érkezett hozzánk a pápa. Ez az Európát, hogy miért kell tönkretenni, padlóra küldeni, ennek is sokféle oka van, nyilvánvalóan pénzügyi, gazdasági okai is vannak a nagyhatalmak részéről. Ez is szerepet játszik ebben, viszont az, hogy most ténylegesen a muszlimok hozzánk jönnek ilyen tömegben, az nem lehet nagyon megmagyarázni azzal, hogy elérkezett az a periódus a muszlimok számára, amikor ezt a szellemileg, vallásilag és szociológiailag egyaránt légüres térré, vákuummá vált Európát elfoglalhatják. És a dzsihád szó szerint ugye erőfeszítést jelent. A dzsihád az éppen arra kötelezi a muszlimokat, hogy terjesszék az iszlámot. És nekem is pontosan az volt a véleményem, amit megírtam egyébként nyugati segélyszerveknek is, már aki kritizálták az én álláspontomat, hogy azért bocsánatot kérek, gondolják meg, hogy a muszlimok éppen olyan übermencsek, mint a nácik. Csak éppenséggel nem faji alapon, hanem vallási alapon. Ők igenis magukat felsőbbrendű lényeknek tartják. Egy muszlim hadseregben, ha keresztényt be is sorolnak, az csak közlegény lehet, mert az nem megengedhető szerintük, hogy egy keresztény parancsoljon egy muszlimnak. Előjárója legyen egy muszlimnak. Hát ugye ez a felsőbbrendűségi tudat az, amit nekünk ismernünk kell, és az nem azt jelenti, hogy nekünk őket nem kell szeretnünk. Nekem van egy ilyen saját magam által gyártott főparancsolatom. Az első része úgy hangzik, hogy szeresd a muszlimot, mert te keresztény vagy, és ő is ember. A folytatás azonban így hangzik, hogy ne higgy a muszlimnak, mert ő nem keresztény, és ő téged nem tart embernek. Legalábbis nem tart önmagával egyenlő embernek. Akkor ha ennyire tetszett annak, akkor megismétlem, hogy el ne felejtsük. Tehát szeresd a muszlimot, mert te keresztény vagy, és ő is ember. Én magam is küldtem nekik pénzt is, takarót is, de a folytatás így hangzik, ne bízzál meg benne, mert ő nem keresztény,
és ő téged nem tart embernek. Aki ezt nem tudja, az bizony, azt kell mondanunk, hogy szinte semmit sem tud. Természetesen a muszlim világ is sokrétű. A történelem folyamán is voltak bizonyos változások. Voltak olyan kalifák, akik például békés természetű emberek voltak, és akik próbálták pacifikálni a muszlim világot, de sajnos mindig a radikalizálódás győzött. És most, ha én jól látom, most megint egy ilyen radikalizálódási folyamatnak vagyunk a szemtanúi. Na most sajnos azonban ugye, mint papnak, püspöknek azt is el kell mondanom, hogy sajnos ugye Európa már nem keresztény. A migrációnak, ennek a migrációnak fő okai nem is a muszlimok, hanem mi vagyunk, európaiak. Mert elhagytuk a gyökereinket, és létrehoztunk magunk körül egy olyan ideológiai vákuumot, és ennek nyomán egy szociológiai vákuumot, ugye népesség megfogyatkozása, az maga például, hogy a szexualitást elszakítottuk a szerelemtől, a szeretettől és az élettől. Ennek következtében lett Európa ilyen elnéptelenedett világ és munkaerő hiány. Ezért van Németországban. Ugye annak idején még a szentélvatott II. János Pál pápa sokat kérte az unió illetékeseit, hogy hát az Európai Unió alkotmányának az előszavába tegyenek említést Európa keresztény gyökereiről is. De erre nem voltak hajlandók. Ez annál visszatetszőbb, hogy ugyanakkor beszélnek a görög-római hagyományokról, amelyeket egyébként a kereszténység őrzött meg, és beszélnek a felvilágosodásról, amelynek az alapelemei a kereszténységből származnak, a Bibliából. Tehát ugye a szabadság, egyenlőség, testvériség. De hogyha a keresztény gyökerektől elszakítjuk ezeket az eszméket, akkor az is belőle, amit látunk jelenleg, hogy mi lett a szabadságból? Szabadosság. Ultraliberalizmus. Hogy ma már ugye az erős állam az nem megengedett dolog Európában. Az állam ne szóljon bele a piaci folyamatokba. Engedje a szabad piacot működni úgy, ahogy az akar. Na de hát emberek vagyunk, és gyarlók vagyunk, és nem születünk egyformáknak. Vannak fogyatékkal élők, és vannak zsenik. Vannak bivajelősek, és vannak testi fogyatékosok. Most ha semmilyen szabályozás nincsen, ha semmi erő nincsen egy államban, akkor irgalmatlanul az erősebb kizsákmányolja a gyengébbet, és a gazdagabb, illetve elnyomja a gyengébbet, és a gazdagabb kizsákmányolja a szegényebbet. Hát ezért voltak népszerűek azok a királyok, a Szent Istvántól, a Szent Lászlóig, Mátyás királyig, akik igenis megregulázták az ultraliberális gondolkozó kis királyokat, és megvédték a népet a visszaélésektől. De ugye Európában most a teljes szabadosság uralkodik, az ultraliberális szemlélet. Na most ne értsenek félre, én magam is mindig azt vallottam, hogy én liberális felfogású ember vagyok. Nem akarok diktatúrában élni. De ugyanakkor azt is vallom, hogy a szabadság túladagolása éppen olyan, mintha a gyógyszert túladagoljuk magunknak. Én magam szívbeteg ember vagyok, 15 éve, két hét múlva 15 éve lesz, hogy 8 bypasszal műtöttek. És most még itt vagyok azért, mert úgy szedem a gyógyszereket, ahogy kell. És nem akárhogyan. Ha túladagolnám az életmentő gyógyszereimet, akkor már régen meghaltam volna. Európa túladagolja magának a szabadságot, és ennek következtében szétesik. Pannonhalmán voltam bencés diák, és ott az ebédlőnek a
A falán van egy hordó, amelyiken az abroncs elpattant, és ezért folyik ki belőle a bor. És az van odaírva alá, hogy libertate perit. Tönkrement a szabadságtól. Európa is most ebben a veszélyben van, hogy libertate perit, tönkre megy a szabadságtól. És a másik ütel a szabadság, a másik pedig az egyenlőség. Az egyenlőséget nem tudják ma Európában megkülönböztetni az egyformaságtól, lásd gender ideológia. El kell törölni a férfiak és a nők közötti különbséget. Össze kell most kutyulni mindent. Hát nekünk kell, püspököknek, papoknak, hívő embereknek kell megvédenünk azt, hogy igenis van nemiség, és hogy az jó dolog, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, és ez az életnek a forrása, meg a szeretetnek, szerelemnek, életnek a forrása. Hát még kell ezt tönkretenni? Tehát ugye az egyenlőségből kolhoz csinál, és egyformaságot, szabadságból meg szabadosságot. Ez most Európának a legnagyobb rákfenéje. És éppen, mivel a liberalizmus, illetőleg a nagy francia forradalom után ugye megszületett eszmevilág, az szemben áll a kereszténységgel, ezért is nem engedték meg, hogy a kereszténységre utalás legyen. Most képzeljük el, hogy eljön hozzánk egy mars lakó. Elolvassa az alkotmányunk előszavát, utána körülnéz Európában, és megkérdezi, hogy gyerekek, ti miért írtok most 2016-hoz? Mert ugye a muszlimok 622 évvel hátrább járnak. A hegyzsrától, Mohamednek a Mekkából, Medinával történt futásától számolják az éveket. Indiában, meg Kínában is más időszámítás van. Ti miért írtok most pont ennyit? Akkor meg kell neki mondani, hát azért, mert ez a bizonyos, egy bizonyos Krisztus nevű ember ennyi éve született. És akkor megkérdezi, hogy és nálatok miért a vasárnap a hétnek a munkaszületes napja az ünnepe? Mert ugye a zsidóknál a szombat, muszlimoknál a péntek. Akkor megint azt kell neki magyarázni, hogy azért, mert ez a bizonyos Jézus nevű ember a keresztények hite szerint ezen a napon támad fel a halálból. Utána megkérdezné, hogy mit ünnepünk mi karácsonykor, meg húsvétkor. Utána körülnézne Európában mondjuk a fantasztikus építmények között, látnám mondjuk a milánói dómot, amely engem mindig lenyűgöz, ha kívülről látom, a tolodai dóm, meg akkor a belülről látom. És akkor megkérdezné, hogy kik építették, a görög-rómaiak, vagy a szabadkőművesek. És megtudná, hogy nem, hanem a keresztények. És a Michelangelo Pietáját kik faragták? Megint egy mélyen lévő keresztény szobrász. És egyáltalán a képzőművészetekben, a szobrászatban, festészetben, iparművészetben miért uralkodó témák ilyenek, mint angyali üdvözlet, meg Jézus születése, meg Jézus feltámadása, meg a háborúgó tenger lecsillapítása, meg egyéb ilyen bibliai jelenetek, akkor utána megkérdezni ezeket az európai alkotmánynak az alapfogalmait, a már említett szabadságot, vagy ilyetben személyiségi méltóság, ez honnan származik? Keressék meg a személyiségi méltóságot, meg az egyenlőséget az iszlámban, vagy Kínában, vagy Japánban. A személy fogalma sem szerepel ezekben a népek nyelvében olyan értelemben, mint nálunk. A személyiség az ismeretlen fogalom. A szentháromságtani viták közben alakult ki, hogy van emberi személy és van emberi természet. Egy személy birtokol egy emberi természetet. A szentháromságnak meg ugye három személy birtokol egy természetet, de most nem megyek bele. Egy csomó jogi fogalom is van, amely csak Európában létezik. Ha mondjuk beleolvasni az európai irodalomba, még magát ateistának valló költő, mint Szabó Lőrinc is, nagyon sok vallásos verset írt. Egyet hadd mondjak el, mert talán fejből is sikerül elmondanom. Az a címe, hogy az árny keze. Ez úgy keletkezett, hogy Szabó Lőrinc meglátogatta egy nagybátyját,
aki éppenséggel református lelkész volt, és pont a templomban, húsvét időben az emmausi tanítványok történetét olvasták. És ez megérintette a lelkét, és akkor itt, hogy maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet, alkonyizik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteledett. Ha egy idegen vedd emberinek súgja egy hang, s ahogy látószemem elmereng a régi jeleneten az Emmausin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, s mégis, mint testvérére néz rám, mint gyermekére, látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteredett. És akkor utána belehallgatni az európai zenékbe, a csodálatos misékbe, oratóriumokba, és megtudná azt, még olyan látszólag világi művek is, mondjuk Berlioz fantasztikus szimfóniája, abban is állandóan visszatér egy gregorián dallam. Dies irae, dies illa, solve seclum in favilla, teste David cum sibilla. Teljesen profán műben folyton ezek térnek vissza, miként a Liszt haláltáncában is. Na, summa summarum, utána azt mondanám másnak, hogy európaiak, ti egyáltalán normálisak vagytok? És ő maga válaszolna, és hát bizony mondom nektek, ti nem vagytok normálisak. Saját magatok alatt elvágtátok a fát. Kedves hölgyeim és uraim, azt szeretném csak mondani befejezésül, hogy azt gondolom, hogy ha valahogy túl akarjuk élni a migrációt, a legelső dolog az, hogy térjünk vissza keresztény hitünkhöz. És akkor még van reményünk arra, hogy Európa megmenthető, különben nincs. Köszönöm szépen a figyelmet!